cigány vagyok. Konkrétan kiver a víz minden faji alapú kulturális vagy akármilyen megkülönböztetéstől, elmondom miért. Anyám anyai ágán minden nő híres volt valamiről. A dédnagyanyám kalapot hordott és fütyülve járt, a nagyanyámat nem fogta a golyó, anyám meg nagyon tudott keresni. Markecolásért ült, amikor megszült a börtönben. Mesélte, szép gyerek voltam. A nagy darab smasszernő a pólyában hordozott egész nap a hón alatt, és amikor eljött a szoptatás ideje, odaállt az asszonyok elé, kitartott a feje fölé, és elordította magát. Na kurvák, így kell gyereket csinálni! Kiadtak a börtönből apámnak, az meg beadott az intézetbe a négy bátyámmal együtt. Nem láttam őket 6 éves koromig, akkor is csak akkor, azon a nyáron. Apám 14 évesen szöktette meg anyámat, aki 6 fiút és egy lányt szült neki. Az első gyerekük megfagyott pár hetesen, nem tudták fűteni a házat, szegénység volt. 16 évesen meglett Csaba, aztán 2 évenként jöttünk. Sanyi, Jancsi, Béla, én, 7 évvel később Zoli. Anyám mesélte, a dédire azt mondták, boszorkány, hogy 90 évesen táncolt és tüzet ugrott, hogy fog az átka, hogy róla nevezett el. Fiatalon Várpalota mellett élt egy cigány kolóniában, és híre ment, hogy éjszakánként férfi ruhát, kalapot húz, úgy megy lopni. Hazafelé a temetőn keresztül zsebredugott kézzel, fütyűrészbe jött, na, oda nem mentek utána. Sok férje volt, eltartotta őket is, meg a lányait is, úgy tudom, 7 volt neki. A dédi lányaiból csak a nagyi maradt életben. A németek rátörtek a Várpalota melletti cigántelepre, a dédi férjét fejbe lőtték a házban, mindenki szeme láttára. A többieket nem bántották, de tudták, nincsenek még vége. Felkerekedtek és elindultak, amerre azt gondolták, nincs háború. Az egyik német katonatiszt beleszeretett anyám unokatestvérébe. A cigányok csúszva-mászva esküdöztek a szentekre, hogy nem kurvul meg előttük a lány, csak legyen kedves a rácival. A dédiék menekültek. Megszálltak valahol, onnan este elment lopni, hogy legyen mit enniük. De a németek elfogták az ott maradt lányait, és visszavitték a telepre a többiekhez. Másnap megásadták a cigányokkal a sírjukat, és mindenkit belelőttek. A német katonatisztet is. A levetett kabátokat és cipőket a várpalotaiak a környékbeli fákra akaszgatták, így jelölték meg, kik nyugszanak a közös sírban. A nagyja golyózáporban elindult kifelé az erdő felé. Anyám 3 évesen fogta a szoknyáját. Ők ketten menekültek meg a kolóniából, meg a dédi. Így terjedt el anyámról, nagyanyámról, hogy nem fogja a golyót, szerencsét hoz. Később, aki indult keresni, előbb elment hozzá, hogy megérinthesse. A nagyi és a dédi így lett jó módú. Nagyi mondta anyámnak, az én fejemhez tartott már német katonagéppisztolyt, meg orosz is. A következményt tekintve, nem mindegy. Nagyanyám 6 lányt és 1 fiút szült. Anyám volt a legidősebb, aztán Lili, Mari, Klári, Guszti, Ilonka és Ági, akitől a történeteket tudom. A nagy is válogatta a férjeit, a Guszti mástól van, de aztán visszavette az elsőt, és úgy lett még 2 lány. A Klári fiatalon megszökött tőlük. Mesélték, hogy egy magyar család felkarolta. Kollégista lett, aztán orvos, az ottani szomszédoktól tudják. Soha többet nem látták. Anyám mondta, fájt nekik, hogy ott hagyta őket. Később meg, hogy neki volt esze, jól tette. Annak ellenére, hogy zsigerből utálták a magyarokat. Alapelv, a gázsok nem vesznek bennünket semmibe, csak kihasználnak, ezért kell őket lehúzni. Az intézeti bölcsödében 3 éves koromig nem beszéltem, de amikor mondták a fejem felett, ha nem szólalok meg, nem mehetek oviba, elkezdtem folyamatosan mondani a magamét, így hát mehettem. Az ovi az utca másik oldalán volt. Átsétáltunk, átadás, átvétel, én addig átcsologtam a folyosón. Kis padok, mintás izével eltakart kis farekeszek a tornacuccoknak, friss festés, ételszag. Jön egy kék köpenyes, kormos arcú férfi. Hát te mit csinálsz itt? Várom, hogy óvodás legyél. Hát csak vigyázz, legyél jó kislány, különben elvisz az ördög. Nekem attól fogva a fűtő lett az ördög. Ezt leszámítva jó volt az ovi, szerettem. 68 nyarán patronálni kezdett egy szocialista brigáda Nagymező utcai postáról. Minden hétvégén más család.
Szombaton eljött valaki az oviba, elvitt a postára, mikor vége lett a műszaknak, kérdezték egymást, ki visz haza. A Zsófinál voltam a legtöbbször, aztán már csak nála. Zsófi nemrégen ment férjhez, akkoriban 20 éves volt, engem nem látogattak, és nagyon szeretett volna a gyereket, már 2 éve próbálkoztak a Dobos Gabival, és nem jött össze, örökbe fogadnának, mondta. A gyámhatóság megkereste a szüleimet, hogy lemondanak-e rólam. Nem mondtak le, így csak patronálhattak. Minden hétvégén náluk voltam, hétközben is sokszor, a Pesterzsébeti ház, veranda, konyha, 2 egymásban nyíló szoba, és kész. Zsófi apja a külső szobában, ő meg a férjével a belsőben. A kert gyönyörű, tele virággal. Vándor köszörűsök és házalók rendszeresen meglopták Zsófi idős apját és másokat is, ezért a szomszédban lakó cigányokat mindenki utálta a környéken. Nem ők tették, nem számított. A cigány, az cigány, mondta Zsófi. Zsófi szülei apai ágon tanítók és református papok, meg püspökök visszavezethetően a középkorig. Erre büszke is volt. Mindenhol az ősök képei lógtak a falakon. Édesanyja postás kisasszony. Zsófi ikertestvére Juli orosz-német tanár az egyetemen, később PhD, nyelvész. Akkor az apjuk nővérénél lakott Zsuzsi nénénél Zuglóba, mert ápolni kell, és kicsi is a Pesterzsébeti lakás. Zsigerből utálták a cigányokat, ezért engem is. A véremben van, mondták. Minden gyerekkori csíny ennek a genetikai bizonyítéka volt számukra. Zsófi egy véleményen volt velük. Spártai szigorral moderálta a jellemem. Azt mondta azért, mert jó embert akar faragni belőlem. A gyámhatóság váratlanul kiadott a szüleimnek az első osztály után nyári szünetre. Akkor vizafogon laktak a cigánytelepen, lovakat tartottak, azzal kereskedtek. Egyedül voltam lánygyerek a családban, segítenem kellett volna az anyámnak mosni, főzni, pénzt keresni. Az apám kurvázott, nem volt otthon, de ha igen, hullára verte az anyámat és minket is. Engem lemagyarozott, vert, szégyelte magát miattam. Anyám nem védett meg, szerinte sem tartoztam közéjük. Azt mondta, légy olyan, mint mi. Visszaszöktem akkor az intézetbe. Azóta gazdag cigányok lettek, számítanak valakinek. Azt mondják róluk, én számukra továbbra sem. Júli már a nyelvész professzor, nincs gyereke, egyedül él igazi vénlány. Egész életében támogatta Zsófit, akinek a második házasságából 2 gyermeke született, Brigi és Csabi. A lány német tanár, a fiú postás. Brigi Amerikában él, férje van, gyereke nincs, azt hiszem nem is lesz. Csabi is nős, már van 2 kislánya. Brigi felügyeli a tanítatásukat. Júli kijelentette nem sokkal Zsófi halál előtt, amikor találkoztunk nála a kórházban. Egy cigány nem tartozhat közénk, nem lehet családtag. Sosem fogadtak el. Anyám 2007-ben halt meg, Zsófi az idén júniusban. Büszkék voltak a származásukra, az őseikre, mindketten. Anya cigány, Zsófi magyar. Az egyiknek katolikus, a másiknak egy jobbikos református pap mondta a szentbeszédet. Nézem a sírjaikat, nincs bennem sem harag, sem gyűlölet, csak a nagyi mantrázik a fejemben szüntelen. A következményt tekintve, nem mindegy. Hát, nem mindegy.